Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Nem igazán? Képzeljétek, most olvastam, hogy a állítólagos hivatalos KSH-s adat, tehát Központi Statisztikai Hivatal által az inflációs adat az valami 20,1%. Gyorsan felszaladt. Nemrég még valami 12 volt, aztán most meg már 20 fölött van. Hát igen, sokáig hazudni nem tudják, hogy kevesebb. Így van. De még ez is kevés. Hát harmadát inkább, hogy lehetne mondani, egy harmadát. Mi mindig a harmadánál tartunk, mint ami gyakorlatilag lehet. Na szóval lényeg az, hogy érdekes világot élünk. És itt egy kérdés lesz, hogy az emberek azok mit fognak csinálni, mármint úgy értve, hogy ugye a szemináriumunk volt a hétvégén, és akkor erről beszéltem, hogy az embereket szépen hozzászoktatják arra, ahhoz, hogy mindig egy picivel rosszabb, mert ha hirtelen rosszabb, akkor ugye elkezdenek lázadozni, de ha mindig egy picivel rosszabb, akkor hozzá szoknak, és akkor mindig egy picivel rosszabb, aztán végül azt veszik észre, hogy már nem tudnak megélni. Legalábbis nagyon sokan ugye ezt fogják tapasztalni. És van egy szabály, egyébként ez nem feltétlenül földi szabály, ugye erről a képzéseken sokat beszéltem már, de ugye itt a díjmentesen ritkán beszélek erről, mert ez egy fontos univerzális szabály, hogyha nehezül az élet, akkor többet kell dolgozni, többet kell teljesíteni, tehát eredményesebbnek kell lenni. Na most ugye, de gondolja végig az ember, hogy ugye többet kell dolgozni, abból nem biztos, hogy több pénz van, vagy több csere van. Ugye eredményesebben kell dolgozni, na hát azt lehet, vagy olyan dolgot kell csinálni, ami több bevételt hoz. Szóval lényeg az, hogy az emberek nem ismerik ezt az univerzális szabályt, hanem azt gondolják, hogyha ugyanazt teszik, mint eddig, akkor jobb lesz. Csak hogyha végig gondolnák, hogyha ugyanazt tették, mint előtte, akkor és eljutottak valahova azzal, amit csináltak, és ugyanazt tették később is, hát akkor ugyanoda jutottak, ahova előtte. Tehát ugyanazzal ugyanoda lehet jutni. Tehát most gondold végig, mondok példát. Mit tudom én, mondjuk egy hagyományos személykocsival alapvetően mondjuk viszonylag síkúton tudsz közlekedni. Nem? Tehát az odavaló. Akkor mit tudom én, mondjuk egy terepjáróval már boldogulsz terepen is, nem? De ugye az nem annyira való síkútra, mert ugye más a funkciója. És mit tudom én, mondjuk egy lánctalpas igazi terepjáróval, mondjuk egy ugye annak idején a úgy hívták, hogy bulldozer, avval érted, azon aztán tényleg mindenen keresztül tudsz menni, de ugye az azt jelenti, hogy más mindnek a szerepe. Tehát más egy terepjáró, más egy személykocsi, más egy bulldozer. Az emberek meg úgy gondolják, hogy itt az életükben mindig ugyanazt kell csinálni, és akkor más lesz. Érted? Tehát, hogyha mondjuk dózerolni akarsz dolgokat, akkor nekem a személykocsiddal állsz neki, hanem fogod, azt lerakod, azt keresel egy bulldozert, vagy egy bulldozerest, érted? És avval. Ha terepre akarsz menni, akkor is a személykocsiddal fogsz neki állni, hanem
fogsz, azt átűsz egy terepjáróba, érted? De az emberek azt gondolják, hogy az életükbe, a munkájukba ugyanazt kell csinálni, akár milyen világ van, akár mi van, ugyanazt csináljuk. Csak ez egy kicsit elmebetegség, érted? A világ bármilyen dolgán változtatsz, van amit késsel eszel, van amit villával eszel, valamit csak késsel tudsz elvágni, valamit nem tudsz elvágni a kanállal, ezért nem azzal próbálkozol, hogy elvágd. Tehát használd, változtatsz a cél érdekében, érted? De az emberek a pénzkeresésben, a tevékenységben ugyanazt akarják csinálni, ugyanazt és ugyanazt és ugyanazt és ugyanazt, és azt gondolják, hogy az megfelelő abban a helyzetben, abban a környezetben. Nem megfelelő. Hát ez egy szabály, és ez nem egy mentális szabály, ez egy fizikai szabály egyben. Érted? Tehát mást, hogy mást érjünk el, más eszközöket kell alkalmazni. Világos ez? Most miért mondom ezt? Mert tényleg ezt látom, hogy az emberek egyszerűen a pénzkeresés tekintetében és az életük fontos részében, a legfontosabb részeiben nem változtatnak semmit. Tehát mik a legfontosabb részek? Nézzük meg. Jó? Gyere egy pillanat. Itt vannak a fontos részek. Tehát most gondoljunk bele, itt vagyunk saját magunk, önmagunk. A legtöbb ember semmit nem változik évtizedek során. Azon kívül, hogy öregszik. Érted? Azon kívül nem változik. Tehát nem javul a személyisége, nem lesz bölcsebb. Sőt, inkább azt lehet mondani, hogy negatív értelembe változnak. Tehát én például, nekem egy jó példa volt édesanyám, aki azért elért 84 éves koráig, és sokkal értelmesebb volt 40 évesként, mint 80 évesként. Érted? Sokkal értelmesebb volt. Sokkal. De ha megnézem, hogy 70 évesként vagy 40 évesként, akkor is azt mondom, hogy 40 évesként volt értelmesebb. Érted? És ez nem csak édesanyám, hanem ez általános. Általában így van. Ritka az, hogy valaki idősödik, és egyre bölcsebb. Mitől lesz valaki bölcsebb? Hát úgy, attól, hogy képes arra, hogy a tapasztalatait felhasználja, és annak a tudását, ismeretét átadja másoknak. Érted? Ez jelenti a bölcsesség. Na most ma a legtöbb ember gyakorlatilag a problémákból, mondhatjuk azt, hogy a tapasztalataiból nem szűr le semmilyen pozitív vagy negatív dolgot, ami azt jelenti, hogy mindig más a hibás. Ő veszi föl a hitelt, de a bank a hibás. Érted? Mit tudom én, a munkahelyén nem ő a hibás, a főnök, a kollégák, mindenki más, ő nem. Ő nem. Na most, ha az ember mindig másokra mutogat, hogy ki a hibás, akkor abból hogy lesz bölcsesség? Csak úgy kérdezném. Hogy lesz tapasztalat? Sehogy. Márpedig egy ilyen világot élünk, ahol az embereket arra állították át, szó szerint átállították, hogy másokra mutogassanak. Hogy nehogy véletlenül időskorra bölcsek legyenek, mint a régiek. Tehát én, nekem volt két nagyapám, mind a kettő a 70-es években halt meg, illetve az egyik az 80-ban, mindegy. Érted? És mind a kettőre el tudom mondani, hogy bölcs öreg volt.
Érted? És mind a kettő több mint 80 évet élt. Manapság megnézed az idős emberek javát, nagyon nagy részét, érted? Tehát nekem kettőből kettő bölcs volt. Most biztos, hogyha van ilyen idős nagyapád, nem nagyon tudod elmondani róla, hogy bölcs öreg. Érted? Ugyanúgy, jó, nagymamám ugye az is kettő volt, de ugye az egyikkel úgy kevesebbet voltam, de mind a kettő bölcsebb volt, mint manapság a nagymamák, érted? Sokkal. Tehát, de nem az emberek a hibás, ha megnézed, hibásak ebben, hanem maga az a társadalom, amiben vagyunk, és ahogy megváltoztatták az embereket, átváltoztatták az embereket. Tehát egy csomó olyan dologban átváltoztatták az embereket. Most mondok példát. Régen az emberek úgy dolgoztak, hogy amit csináltak, azt úgy érezték, hogy kötelességük csinálni. Tehát például ezt, ha szakmákat nézzük, akkor úgy is hívták, hogy hivatás. Tehát volt hivatás tudatuk, a hivatás tudatban pedig ott van a kötelesség tudat. Tehát például régen, tehát nem a szocializmusban, még a háború előtt, amikor csendőrök voltak. A csendőr az kötelességszerűen teljesítette a feladatát, érted? Régen a katona kötelességteljesítést csinált, érted? Például, amit megnézzük, a Egri Gárdonyi az Egri csillagokban gyönyörűen kifejtette, hogy kötelességből védték a hazájukat, érted? Védték a várat. Kötelességből. És aki nem, az vagy áruló lett, vagy megszökött a várból a harc elől, érted? De a többség az tehát nem a, régen se az volt, hogy mindenkibe volt kötelességtudat, vagy hivatástudat, nehogy félreértsük, de ezt olyan szépen kinevelték az emberekből, hogy ihaj, egy tűzoltó az hivatásos, tehát gondold végig, az életét kockáztatta azért, hogy kimentse az embereket a tűzből, lehet, hogy még most is így van, érted? Vagy lehet, hogy már úgy van, hogy ha egy ilyen helyzet van, akkor utána már le is szerel. Érted? Tehát szépen elérték az embereknél, itt a társadalomban, hogy ne legyen ilyenfajta működésük az embereknek. Érted? Az egészségügyben dolgozók, például gondold a nő, annak idején a nővérek, az mind kötelességtudatból dolgozott. Mind. Mind. Most hol van kötelességtudat? Sehol, nyomokban se találni már lassacskám. Mindenki miért teszi a dolgát? A pénzért. Basszus kucsi, nem lesz pénzed. Egy olyan világban élünk, ahol a hivatalos adat Magyarországon már 20%, de szerintem van 60%-os infláció. Simán. Hát a tavasszal, amikor bevallottak 8-at, akkor mondtam, hogy több mint 40% az infláció. Azóta most már bevallnak 20 fölötti inflációt. Tehát azt kellene átlátni, hogy ez nem működhet úgy. Tehát itt vannak ezek az életterületek, önmagad. Hát ugye erről beszéltem, hogy az emberek fejlődtek régen, és bölcsebbé váltak. Ha nőről, ha férfiről volt szó, bölcsebbek lettek. Manapság elhűlés van. Általános, az öregedéssel járó általános elhűlés. Ezért régen olyan nem volt, hogy demencia. Nagyon ritkán, soha egyetlen egy öregnél nem találkoztam gyerekkoromban olyan, hogy demens lett volna. Most tele vannak demens öregekkel az otthonok, érted? Tele.
Tehát miből alakul ki a demencia? Nem használja az agyát, érted? Ebből alakul ki. Elsorvadnak a idézőjelben agytekervények, érted? Szó szerint. Tehát nem használja az agyát. Tehát elérték az embereknél, hogy ne foglalkozzanak ezen a szinten csak a külsőségekkel. Tehát önmagunkról van most szó. A külsőségekkel foglalkoznak az emberek, hogy hogy néz ki kifele. Érted? De azzal, hogy, hogy milyen mentális állapotban van, szellemi állapotban van, azzal nem foglalkozik a legtöbb ember. Tehát elmennek nyugdíjba, és onnantól kezdve kész, annyi. Például megnézzük ugye a régen, lementem Szabolcsba, érted, és mindenki állattartással is foglalkozott, meg növénytermesztéssel is foglalkozott. És tudod, hogy a, főleg az állatokkal kapcsolatban, mert az a naponta gondoskodni kellett többször is, azt kötelességüknek érezték, érted? Tehát ott akármi volt, lehetett ott lakodalom vagy bármi, ő szépen hazament gondoskodni az állatokról, érted? És utána visszament a lagziba. Tehát kötelesség tudatuk volt az embereknek. Most ez nincs. Nincs. De nem a kötelesség tudat az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy itt vannak ezek az életterületek, 10 életterület, amely komoly problémát tud okozni egy ember életében. És nézd meg, nem fejlesztik magukat, és az önbizalmuk az embereknek a béka hátsó fele. Érted? Szó szerint, és mivel pótolják, van pótlék, úgy hívják, hogy ego. És a legtöbb embernek akkora egója van, érted, hogy szétdurran a feje tőle, az életében meg képtelen bármilyen eredményre ezeken a területeken. Érted? Tehát képtelen. Tehát itt van ez a 10 terület, és mind, vagy a legtöbb az embereknél romokba hever, mert azt hiszi, hogy bőven elég az ego ahhoz, hogy ezek a területek rendben legyenek. Tehát ahhoz, hogy az ember boldoguljon az életében, ott kezdődik, hogy önbizalom. Oké? Két dolog. Van egy, annak is egy megelőző része, úgy hívják, hogy etika. Most gondold végig, akik itt tanulnak, tudják, mert most van az önbizalom kócsképzésünk, önbizalomteremtő kócsképzésünk, az etika már régebben lement, ugye az is egy 4 hónapos képzés volt, az etika kócsképzésünk, és ha végig gondoljátok, akik már ezt a 2 képzésen részt vettek, ugye az önbizalom még nem fejeződött be, most kezdődik a 3. hónapunk, gondoljátok végig, ha az emberek, akár te, ezzel a 2 szempontból működnél, hogy etika, és rendben lenne az önbizalom, bármire képes lenni, és tudod, milyen boldog ember tudnál lenni? Érted? És gondold végig, ha az emberek ezt a 2 rendbe raknák. Mert ha megnézed, minden eredményhez, valós eredményhez, etikus eredményhez, tehát ne olyan eredményeket néz, amikor mások zsírján, meg mások hátán boldogulnak emberek, érted? Mert az messze áll az etikától, és ahhoz nem kell önbizalom, ahhoz tudod mi kell? Erőszak. Az semmi más nem kell, csak erőszak. És ma, akik boldogulnak, gyakorlatilag mondhatjuk azt, a jómódú gazdag emberek, hogy erőszakkal, vagy etikátlansággal. Oké? Tehát lopnak, csalnak, hazudnak. Tehát vagy ez, vagy erőszakos, vagy lop, csal, hazudik. Tehát hogyha rendben lenne ez a 2 dolog, ennek az ellentéte, hogy tisztességes lenne, és lenne önbizalma, akkor gyakorlatilag bármit meg tudna valósítani, amit szeretne. Érted?
És csak két dologról beszéltem a 25 témából, amit tanulunk az emberek. És éppen ma mondta nekem valaki, hogy milyen érdekes, mikor mi veszünk egy új témát, mindig azt gondolja, hogy na, ez az egyik legfontosabb téma. És pedig van 25 ilyen témánk. Szóval lényeg az, hogy hát ennyire fontos mindegyik, így van, ennyire fontos mindegyik. Szóval itt vannak ezek a területek, és ugye elkezdtem azzal, hogy önmagukkal az emberek nem, önmagukat nem fejlesztik. Nézzük a párkapcsolatot. Hát most gondold végig, ugyanaz a szisztéma, mint amit az előbb elmondtam. Mit mondtam el az előbb? Hogyha nem úgy működnek a dolgok, ahogy szeretnénk, akkor mást kell tenni, változtatni kell. Világos ez? Igen. Tehát akkor jobban kell tenni a dolgodat, többet kell tenni, eredményesebbnek kell lenni, érted? És ezt csinálják az emberek a párkapcsolatokban? Dehogy csinálják, ugyanazt, mint eddig, érted? Ugyanazt csinálják, és akkor csodálkoznak, hogy egyre vacakabb és vacakabb párkapcsolatban élnek. Érted? És utána szétmennek, utána lesz egy újabb párkapcsolata. Jaj, akkor nagyon boldog, mert új párkapcsolata van, és az új párkapcsolat ugyanoda jut, ahol az első. Érted? Ugyanoda, ha nem fejleszti magát. Persze, ha fejleszti magát, akkor ez más téma. De hány olyan embert ismersz, aki párkapcsolati téren fejleszti magát? Nem, és nem PPH-s. Nincsenek, nincsenek, nincsenek. Vannak olyan emberek, akik elmennek egy coachingra, de az nem fejlesztés. Érted? Mikor egy párkapcsolati coachingra elmegy valaki, az nem fejlesztés, mert megoldanak valamilyen problémát, és nem fog kapni másikat. De hogy nem fog, és arra is lesz megoldása? Nem, ha csak nem megy el újabb coachingra. Érted? Hát de nem az lenne a jó, hogyha az embernek van tudása, és azt mondja, hogy jaj, mit is tanultam ebben a kapcsolatban, mit is kellene most alkalmazni? Ja, tényleg ezt kellene alkalmazni. Tehát ugye a párkapcsolat terén most óriási változások lesznek világviszonylatban. Miért? Főleg itt ugye a nyugati társadalomról van szó. Miért? Hát mert pénzhiány lesz, így van, az anyagiak miatt. És én láttam a szüleimnél, amikor még kevésbé anyagi világban éltünk, hogy két dolgon veszekedtek, vagy rajtam, vagy a pénzem. Érted? Nem volt harmadik téma, de ez rendszeres volt, ez a két dolog, ez rendszeres volt. Addig, míg én ott voltam. De addigra már a pénzkérdést megoldották, mire eljöttem. Ezáltal már ugye se rajtam nem tudtak veszekedni, mert én már nem laktam ott, meg a pénzen sem, mert azt meg már megoldották, ezt a kérdést. De ott, ahol nincs elég pénz, biztos, hogy van vita és veszekedés a pénz miatt. Miért? Mert nagyon egyszerű. Mert a hölgy biztonságérzete lecsökken, ha nincs elég pénz. És én még nem láttam olyan hölgyet, akinek nem. Én még olyat nem láttam. Pedig gondoljátok végig, több tízezer emberrel működtem együtt, azok közül a többsége az nő volt. Már most itt a teremben éppen mondtam, háromszor annyi férfi van, mint nő. Oké, de mégis, ugye általában a nők nyitottabbak, ugye a különböző dolgokra és természetesen a önfejlődésükre is nyitottabbak. De mondom, én még olyat nem láttam, hogy valaki nőnél a pénz az ne hozott volna biztonságérzetet. Én még nem találkoztam. Férfival találkoztam ilyennel. Például engem se érdekelt sose a pénz, mert fogtam, úgyis azt mondtam, hogy megteremtem. Érted? És mindig megteremtettem. Tehát ezért engem a pénz sosem izgatott. Persze mindenkinek az a jó, ha nem izgatja a pénzt, hanem nyugtatja, tudod. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, és nézd körül, ha van párod, biztos, hogy rájössz arra, hogy sokkal nyugodtabb a párod, hogyha van pénzetek. Oké?
Hát elég pénzetek, persze, elég pénzetek természetesen. Van elég pénzetek. És ha nincs elég pénz, akkor elkezd zaklatott lenni a hölgy. Oké? Okay? És én még nem mondom, olyat nem láttam, hogy ez ne így lett volna a hölgyek esetében. Na most onnantól kezdve gondoljátok végig, nagy gondok lesznek a párkapcsolatokkal. Mert hát bizony jön az a világ, ahol nem lesz elég pénz. Nem azért, mert kevesebbet fogsz keresni, nem. Éppen hallgattam a statisztikákat ezzel kapcsolatban is. A legtöbb ember, akinek pénz béremelése volt az elmúlt egy évben, 10% alatti volt a béremelés. Oké? Egy kis rétegnél volt 10% fölött, de 15% volt max. Érted? Egy olyan világban, ahol hivatalosan van 20%-os infláció, jó? Egyébként meg vagy 60%-os infláció. Érted? Tehát nagyon érdekes, mert például voltunk kétszer Horvátországban az idén, ugye hosszú évekig nem voltunk egyébként sehova, sehol külföldön. Tehát ugye 2019-ben voltunk egyszer külföldön, és ugye most voltunk az idén kétszer, akkor is csak Horvátországba mentünk, ugye 2019-ben Olaszországba, és előtte 2010-ben voltunk külföldön, és nem voltunk külföldön. Na most milyen? Mert nekem érdekes volt, hogy Horvátországban én nem láttam ennyi autót az utakon. Közel se. Közel se. Közel se. Hát a kicsi az ország, az nem számít. Érted? Tehát ott én azt vettem, és ez már ugye voltunk júniusban, meg voltunk, tehát június elején, meg voltunk szeptember elején. És június elején is ugyanez volt a helyzet. Tehát én tehát közel nem láttam annyi autót, mint Magyarországon. Tehát mintha azt láttam volna, hogy spórolnak az emberek. Itt Magyarországon nem. Hát nem spórolnak. Itt ugyanúgy élik az életüket, mint mi se történt volna. Pedig most jön még a fűtés is a szezon. De nem, az, nem csak az a megoldás, hogy az ember takarékoskodik. Persze az részmegoldás, hogyha megnőnek a kiadások, akkor takarékoskodik az ember. De nem ez a végérvényes megoldás. Tehát amikor nehezül az élet, nem összehúzódni kell, hanem terjeszkedni, ez egy szabály. Világos ez? Tehát nem összehúzódni kell, hanem terjeszkedni. És mit csinál a legtöbb ember, aki nem tudja ezt a szabályt? Összehúzódik, így van. Nem összehúzódni kell, terjeszkedni. A terjeszkedés például az, hogy az embernek vannak plusz bevételi forrásai. Világos ez? Tehát plusz bevételi forrásokat teremt. Tehát az emberek nem tanultak ilyeneket. Annyit tanultunk például a takarékosságról annak idején, hogy volt ilyen kis füzetecske, és be lehetett rakni takarékbélyeget, és akkor utána azt visszaváltották, de az nem kamatozott. Az annyiért váltották vissza, amennyit beleraktál, így van. Egy az egybe, így van. Az volt a megtakarítás. Utána, mikor elkezdtünk dolgozni, az volt a megtakarítás, hogy KST. Ha valakinek ez rémlik, a KST az azt jelentette, hogy a fizetésednek egy meghatározott részét, te határoztad, hogy meg mennyi részét, azt félretette a cég. Oké? Okay? És utána azt is kamat nélkül egy összegbe megvehetted. De ez abból jó volt például, hogy gyakorlatilag 4 havi fizetésemből megvettem akkor egy 80-ban egy sztereórádiós magnót, ami akkor 7500 forint volt. Az akkor nagyon nagy pénz volt. Érted? És azt a KST-mből fizettem ki. A félrerakott pénzekből. Na szóval lényeg az, hogy,
hogy ugye régen nem adtak kamatot az ilyenfajta takarékosságokra, és az emberek mégis csináltak takarékosságokat maguktól, pedig akkor nem volt ilyenfajta időszak, ami most van, hogy nehezült volna az élet. Akkor nem nehezült az élet, hanem könnyebbedett. Érted? Akkor egyre könnyebb volt az élet, így van. Miben nyilvánult ez meg? Az, hogy az emberek egyre többet kerestek, és egyre többet is vásárolhattak. Szóval lényeg az, hogy, nem tanulnak az emberek. Jó, most hagyjuk a szülőket, de nézzük a gyerekeket. Tehát lehet látni, ha valaki gyereket nevel, hogy egyre rosszabbul nevel gyerekek nőnek fel. Tehát társadalmi szinten. Erre ennyit se fordítanak arra, hogy tanuljanak valami gyereknevelést. Érted? Pedig, ha megfigyeli, akkor látja, hogy sokkal rosszabbul neveltek a gyerekek, mint régebben. Érted? És ezáltal, ugye a rossz nevelés miatt nehezebben is boldogulnak az emberek. Hát most a fiatal korosztály, a 20-30 éves korosztály, az sokkal nehezebben boldogul, mint az én időmben. Vagy egy későbbi időben, mondjuk 20 évvel később, érted? Tehát látnák azt, hogy nehezebb boldogulni, de nem tanulnak semmit, hanem inkább elszúrják a saját gyerekeiket. Érted? Mert a gyerekneveléssel szúrjuk el a gyerekeinket. És legnagyobb mértékben a szülők szúrják el a gyerekeiket. Oké, és nem csinálják. Tehát nem gondoljátok, hogy valamit időben kellene csinálni? Akkor menjünk tovább. Másokkal való bánásmód. Tehát ugye ez kapcsolódik ahhoz a szabályhoz, a másokkal való bánásmód, hogy ha nehezülnek a dolgok, akkor eredményesebbnek kell lenni, több dolgot kell csinálni, stb. Stb. Az imént említettem, hogy nyílni kell. Mert nem össze kell húzódni, hanem ki kell nyílni. De ahhoz, hogy kinyílhass, talán nem tudni kellene bánni az emberekkel. Mert a hülye emberekkel a kutya se akar foglalkozni. Érted? A hülye embereket nem követik. A hülye emberekre nem hallgatnak. Érted? A hülye emberek fogják annyiból, tudnak boldogulni, idézőjelben a boldogulást, hogy fogják és átvágják az embereket. Érted? Csak ezzel az a baj, hogyha etikátlanságot csinál az ember bármilyen téren, azt vissza fogod kapni. És valószínűleg ez úgy működik, hogy mivel van egy olyan szabály, hogyha te etikátlan vagy valakivel szemben, akkor úgy tudsz kompenzálni nála, hogy a károkozásnál nagyobb mértékű jó cselekvést csinálsz vele szemben. Ez egy szabály. Tehát ami azt jelenti, hogyha valaki etikátlankodik, és nem kompenzálja ki az etikátlankodását azzal vagy azokkal szemben, akivel szemben ezt elkövette, akkor biztos, hogy egy nagyobb mértékű problémát kap a nyakába, érted, mint amit elkövetett. Ez hol biztos? Oké? Okay. Nem kell ebbe hinni, pedig ez így van.
És hogy lehet ez így? Hát nagyon egyszerű. Mi emberek azért vagyunk ezen a bolygón, hogy fejlődjünk, nem azért, hogy elhűljünk. És itt vannak olyan lények, akik tesznek azért, hogy megéld a problémákat. Milyen lények? Vannak persze emberi lények is, de most ez más. Nem emberi lényekről beszélek. Ezeket úgy hívják, hogy angyalok. És ezek az angyalok közreműködnek abban, hogy te megélj élethelyzeteket, amit neked meg kell élned. De most gondold végig, te a leszületésed előtt bevállaltad azt, hogy milyen családba születsz, és mit fogsz az előző életed alapján kijavítani ebben az életben. Érted? Ezért ugye meg kellett élned azokat az életeseményeket, hogy létre lehessen hozni azokat a problémákat az életedben, amit ugye meg kellene oldanod, amit ki kellene javítani. De ezt valakiknek meg kell szervezni, hogy ezek a problémák létrejöjjenek. És ők szépen fogják és együttműködnek és megszerveznek. És tuti, hogy egyetlen egy ember nem született le a földre úgy, hogy én most azért jöttem le, azért születtem le, hogy gonoszkodjak. Vagy hogy jól kiszúrjak az emberekkel, érted? Hát ehhez képest elég sok ilyen ember van a bolygón. Hogy senki nem így jött le. Most gondold végig, nem így jöttek le, hogy gonoszkodjanak. Na most, te láttál már gonoszkodó boldogot? Na, én még nem. Azt láttam, hogy az összes gonoszkodó az boldogtalan. Érted? Az összes. Tehát az emberek itt vannak a Földön, érted? És egyszerűen nem látják át, hogy ha valami nem úgy megy, ahogy kéne, akkor nem mástól kellene várni a változtatást, hanem neki kellene változni. Érted? És ha változó, akkor tudsz változtatni az életedet. Ha változol a párkapcsolat területén, akkor tudsz változtatni a párkapcsolatodon. Jobbá tudod tenni. Ha jobb leszel, több tudásod lesz bármely területen, akkor azon a területen eredményesebb leszel. Logikus, nem? Mi ebben a logikátlan? Nincs benne logikátlanság. Hát gondold végig, ha több pénzt akarsz keresni, és a munkahelyeden nem tudsz több pénzt keresni, mert az a több pénz csak annyival több, ami végül is kevesebb, mert az infláció elviszi a fizetésemelést, bőven elviszi. Hát akkor nem olyan tevékenységet kell csinálni hosszú távon, ami a vesztedbe, a pénzügyi vesztésbe visz téged, érted? De olyan tevékenységet kell csinálni, ami tud növekedni. Mit tudom, mi tegnap csináltunk egy olyat, hogy valakiknek egy házaspár. Megnéztük, hogy hogyan alakult a jövedelme. Mondjuk az elmúlt 2 évben. Tehát nem egész 2 éve, 2,5 évben, mert azt néztük, hogy 2019. decembertől néztük a jövedelem alakulását. Itt PPH-ban, hogy alakult a jövedelem. Azt mondja, hogy a lassan már 3 éve lesz akkor. A 3 év alatt azt mondja, hogy gyakorlatilag csak nem 20-szorosára növekedett. Érted? De igen, ez tényleg, ez majdnem olyan, mint az átlagos fizetésem van, és tényleg.
Érted? Majdnem olyan. Mivel? Szervezéssel. Tanulók szervezésével jutottak ide. Érted? Na most hol lehet tisztességes tevékenységgel 20-szoros jövedelmet elérni? De úgy tisztességes, hogy nem vágsz át senkit. Nincs az, hogy rábeszélsz emberekre olyan dolgot, ami közel nem ér annyit. Érted? Rábeszélsz emberekre olyan dolgokat, amivel benne utána csalódnak. Elmehetsz nyugodtan képzésekre, nyugodtan bárhova. De nem ennyiért, ennyit fogsz fizetni, az hód biztos. Ha ilyen típusú, hasonló képzéseket akarsz részt venni, akkor ott kezdődik, hogy mondjuk 30 óra az 200 ezer forint. Érted? Tehát én látok olyan képzéseket, hogy 30 óra képzés 1,5 millió forint. Hát ha az emberek megfizetik, akkor etikus. Oké? És megfizetik. Jó, nem 300-an vannak ott. Vagy 400-an, érted? De akkor is megfizetik. Tehát utána tudsz nézni, hogy az ilyen képzések területén hogyan vagyonosodtak emberek. Nem feltétlenül magyarokról van szó, hanem mondjuk amerikaiakról. Érted? És akkor rájössz, hogy hú de baromi nagy üzlet. Hát mert gondold végig, hogy mit tudom én, annak a bevételének, amit tudom én mondjuk a 30 óráért 1,5 millió, annak az összegnek a 80%-a az tisztán megmarad neki, érted? Jó, ha adót levesszük az ember, akkor is megmarad, mit tudom én, mondjuk a fele. Érted? És akkor persze, hogy gazdagodnak. Hát mert ugye miért csinálja? Hát nyilván azért, hogy gazdagodjon. Hát nyilvánvaló. És van olyan oktató, múltkor néztem valami ismert oktató, én nem ismertem, ilyen szellemi dolgokról szokott képzéseket tartani, hogy ő a legvagyonosabb, ilyen milliárdos. Érted? És mit tudom, hány évtizede csinálja? Nem kötelességtudatból, persze. Na most nálunk az összes bevételnek a 75%-a ki van fizetve jutalékba azoknak, akik részt vesznek a szervezésben. Érted? Ami azt jelenti, hogy marad a 25%, abból kell finanszíroznunk az egyéb költségeket. Érted? És úgy, hogy 330 forint óránként egy képzés. És milyen képzés? Olyan képzés, amire az emberek, akik itt tanulnak, azt mondták, hogy hát ezt keresték. Mert máshol sehol nincsenek ilyen képzések. Tehát ma a bolygón nem tudsz olyan témát mondani az ember és életismerettel kapcsolatban, amiben ne tudnék képzést tartani. Nem tudom, elég világos voltam-e. És ez nem nagy képűség, ez tény. Ez nem ego, ezt úgy hívják, hogy tudás. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy lehet keresgélni embereket a bolygón, akik tudást adnak át, csak ugye a tudás az olyan, mint egy torta. És nem mindegy, hogy kapsz egy tortát, vagy kapsz belőle egy szeletet. Érted?
Tehát az összes többi az egy szeletet ad. Tehát én ismerek olyan szervezetet, nagy szervezet, ahol én annak idején tanultam is, ahol emberek a tudásért sokan odaadták a teljes vagyonukat. Érted? Én is ott hagytam egy keveset, egy pár millió forintot, de nekem volt, hála Istennek, amit ott hagyhattam. És nem bántam meg, hogy ott hagytam. De mások a teljes vagyonukat kifizették, érted? Személyesen ismerek olyan embert, akiknek volt rendes lakásuk, minden, és azért, hogy ott képezzék őt, eladta a vagyont, gyakorlatilag abból finanszírozta a saját képzését, és utána albérletbe lakott a feleségével. Érted? És milyen szintre jutott? Hát nehogy azt hitt, hogy olyan szintre jutott, hogy azt utána nagyon tudta hasznosítani. Pedig a mitől hány millió forintot, a teljes vagyonát odafizette, érted? A lakásának az árát, mindent. Lehet például elmenni buddhistákhoz is tanulni. Nyugodtan. Igaz, hogy úgy, ugye azok nagyon a múltban élnek, de el kell vonulnod szerzetesnek, hogy tanuljál, különben nem tanítanak, és fel kell adni a civil életedet, érted? Szóval emberek például olyan képzéseken is részt vesznek, ahol ilyen kapcsolatot teremtenek a szellemvilággal. És akkor nagy érdeklődés van az olyan képzésekre, ahol kapcsolatot azt tanítják, hogy hogyan kerülhet kapcsolatba a szellemvilággal, és a szellemvilágon keresztül hogyan befolyásolhat embereket. Ilyeneket tanítanak. Úgy, hogy természetesen jó pénzért tanítják ezeket az embereket, etika és etikai alap nélkül. És az ember úgy működik, ugye ezt itt tanuljuk, hogy ugye mondják azt, hogy ne élj vissza vele. Csak tudod, milyen az ember? Hogyha nem tanult etikát, és nem gyakorolta az etikát, nem elég, hogy tanulja az ember, hanem gyakorolni is kell. Ha nem tanulta és nem gyakorolja, akkor oda jut, hogy amikor leromlik valamilyen oknál fogva a hangulata. Mert mondjuk fölidegesíti valaki, akkor rögtön beveti a tudását, a szellemvilággal kapcsolatos tudását az ellen. Nem tudatosan, ösztönösen. Mert mikor az ember rossz hangulatú, akkor nem tudatos, hanem ösztönös. És akkor tanítanak rengeteg-rengeteg embert. Én meg voltam lepődve, egyszer voltunk egyik szállodába, akkor még olyan 70-80-an voltunk egy szemináriumon. És mi voltunk a kisebbik teremben, nem a legkisebb, a második legnagyobb teremben, akkor inkább úgy mondanám. És a legnagyobb terem az meg olyan 200 fős volt. És ott volt egy pont egy ilyen képzés. Parapszichológiát tanította. És ismertem ott egyeseket, akik ugye ott sorban álltak arra, hogy bejussanak. És tudtam, hogy az etikában egyik se van otthon, és persze bejutottak, persze, érted? És akkor azt mondtam, hogy ez ilyet, csak azért, hogy a pénzért, egyébként annak az előadónak, aki ezt csinálta, már elvették a képességét a fentiek, csak úgy mondom,
már nincs meg. Megérdemelte, így van. Szóval a lényeg az, hogy most itt van a szellemvilág kérdése. Eléggé jártas vagyok ebben a kérdésben, sőt arra vagyok képes, hogy utasításokat adjak ki, ami ritka. Hát ami ritka. Nem szoktam ezzel élni sose egyébként, de tudom, hogy ez így van, hogy utasíthatok. És lényeg az, hogy mondom, elég otthon vagyok ebben a kérdésben, és eléggé rálátok erre a dologra, hogy ez az egész hogy működik, mint működik. És hát én nem tanítok ilyen dolgokat, mert tudom, hogy azoknak lehet csak tanítani ilyen dolgokat, akik biztos, hogy nem fognak vele visszajönni. Nem azért, mert azt mondják, hogy nem fognak vele visszajönni, ez kevés, hanem azért, mert előttem bebizonyította, hogy nem fog velem visszaélni. Érted? Tehát én látom a működésében, hogy hogy működik, és biztos vagyok benne, hogy nem él vissza vele. Tehát az emberek olyan dolgokat tanulnak, hogy mások által már vannak a tudásukkal, érted? És közben az életük meg romokba hever. Szó szerint. Tehát szó szerint. Például ösztönösen működnek, érted? És ösztönös működésük miatt ugye felrúgják az etikát, mert nem elég jó hangulatúak. Tehát lényeg az, hogy itt van nekünk egy képzésrendszerünk. Egy hónap kb. 30 óra, és egy szemeszterben vannak képzések, van ami mostában ritkább, ami egy hónapos, 2-3-4 hónapos, melyik volt eddig a leghosszabb? 6? 8 hónapos? 8 hónapos, a személyiségfejlesztő volt a leghosszabb, 8 hónapos volt. És akkor itt van a 25 téma, hát nem értem az első, ugye a sorban, de hála Istennek körforgásos alapon működik, tehát bármikor be tudsz csatlakozni, és majd akkor jutsz oda, amikor ugye elérkezik annak az időszaka. Nem véletlen, hogy ugye az etika az első, és az eredményes tanulás a második, hiszen az ember tanul, és ha eredményesen akar tanulni, akkor viszonylag gyorsan az etika után érdemes megtanulni az eredményesen tanulást. És akkor volt önismeret, vérmérséklet, hangulatjavító, személyiségfejlesztő, elnyomásfeloldó, és most itt vagyunk az önbizalomteremtőnél. Most ennél tartunk. Nem tudom, már nem emlékszem pontosan, de meg tudnám nézni, hogy az etikát akkor, azt mikor kezdtük. 2020-ban kezdtük. 2020? Igen. Nyarán valahogy? Nem, tavaszán. Tavaszán? Április-május, 2020 május. Tehát az azt jelenti, hogy 2020, egy, kettő, azt mondja, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. témánál vagyunk több mint 3 év alatt. A 24-ből. Kevesebb, mint 3 év, 2 és fél körül. 2 és fél? 2018, 7-ben 3, akkor kezdtük az etikát. Nem, nem. 2020. Az az előző volt szerintem, nem?
akkor lehet, hogy az előző. De meg tudnám nézni egyébként, mert nekem föl van írva, csak keresgélni kellene egy kicsit. Na szóval mindegy, akkor is kb. 3 év alatt ment le az egyharmada. Ugye azt mondtam, hogy az összes képzést, amit végig kell tanulni, az majd 9 év lesz. Azt mondtam, hogy annyi lesz. Hát rendesen haladunk e felé, ahogy elnézem. Akkor utána lesz nekünk egy szeretetteremtő kócsképzésünk, utána párkapcsolat kócsképzés, gyereknevelés kócs, egészségteremtő, boldogságteremtő, célmegvalósító, kommunikációs kócs, emberi bánásmód kócs. Mit jelent a kócs? Ember és életjobbító a mi értelmezésünkben. Hatékonyság kócs, növekedés kócs, leszoktató kócs. Nézzük tovább. Pénzteremtő kócs, szervezetvezető kócs, probléma megoldó kócs, sikerteremtő kócs, életszervező kócs, marketing kócs, konfliktus feloldó kócs. Az lesz a legvége, és akkor utána jön az etika ismét. Jó, tehát, hogy ennek mikor lesz vége, az még talán a fentiek tudják. Én nem pontosan. De hogy közelíteni fog a összességében a 6-7-8-9 évhez, az biztos. Mert ugye egy ilyen körforgás, azt tudom, hogy 9 évnek kell majd lennie. Mert 9 év alatt tud végigmenni egy változás az ember életében, nem a testében, a testünk az 7 év alatt változik meg, a szellemünk változik meg 9 év alatt. Tehát nem azt jelenti, hogy a lelkünk, hanem a szellemünk, tehát a szellemiségünk változik meg 9 év alatt. Tehát kell hozzá 9 év rendszeres tudása, hogy az embernek a szellemisége olyanná alakuljon, aki képes, nézzük meg mire képes, mire visszamegyünk, arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban együtt működjön másokkal. De ez lenne a kulcskérdés, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban együtt működni. Ugyanis miért? Mert az a minta, ami odafent van. Nem a földi odafentnél, nem azt mondjuk, hogy a parlamentben, de ott nincs ilyen. Oké? Ami odafönt, az isteneinknél vannak, ők képesek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködjenek. Ott náluk úgy működik, mondjuk egy meg akarnak valósítani valamit, akkor leülnek. Megbeszélik, érted? Most idézőjebb ezt a leülést. Jó, tehát leülnek, meg csak földi értelemben nézzük, megbeszélik, és utána mindenki teszi a dolgát. És nem kell egymást kontrollálni, érted? Nem kell felügyeletet csinálni, hogy na akkor nézed, hogy ő dolgozik-e, teszi a dolgát. Ott nincs olyan, hogy na most az egyik lóg, a másik meg húzza az igát, érted? Ott nincs olyan. Miért? Mert ők az etika szabályai szerint élnek, érted? Etika szabályai szerint működnek. És mindenki oda teszi a képességeit ahhoz, amiben együttműködnek. És ez tudod, úgy működik, hogy mivel nem azonos képességűek a fenti lények sem, ezért az azonos képességűek vannak egy sávban, egy hierarchikus sávban. Érted? És ha valakinek magasabbak már a képességei, akkor az egy magasabb hierarchia sávban van, és ott egy magasabb hierarchia sávú lényekkel működik együtt. Érted? Tehát
nem úgy van, mint itt a Földön, hogy mit tudom én, vannak tényleg a társadalom legalján lévők, meg tényleg van a társadalom csúcsán lévők, és akkor ez az egész össze van kutyóval. Azt nesze nem működj együtt. Ez arra jó, hogy megélj minden problémát, érted? És ne fönt kelljen kikísérletezni azt, hogy megélj minden problémát, hanem itt vagy a Földön, és itt megélsz minden problémát pont ennek köszönhetően, hogy itt a társadalom legalja és a társadalom legteteje az fog, össze van kutyulva, érted? És akkor itt mindent megélhetsz. Tehát ott a társadalom legalja odafönt, az sokkal etikusabb, mint itt bárki ezen a bolygón. Érted? A társadalom legalja. Szóval gondold végig, nekünk ugye az a feladatunk embereknek, hogy oda visszakerüljünk, onnan jöttünk, oda visszakerüljünk. De nem lehet etikátlansággal visszakerülni. Nem lehet úgy, hogy az egótól szétduran a fejed, és önbizalmad nulla. Nem lehet visszakerülni. Tehát minél nagyobb az egód, annál kisebb az önbizalmad, ez biztos. Tehát azzal, hogy mutatod, mekkora egód van, azzal azt látjuk, akikhez értünk, hogy neked az önbizalmad az a béka hátsó fele. Tehát el kellene ezen gondolkodni, hogy az életedben miket érsz el, mert annak alapján lehet ugye azt mondani, hogy van önbizalmad, mert eredményes vagy. És itt ez egy jó kis próbatétel, gondold végig. Itt embereket szervezünk kétféleképpen, úgyhogy tudunk interneten is szervezni, de általában a befejezés a szóban történik. De lehet úgy is szervezni, hogy a kezdet is szóban történik, meg a befejezés is szóban történik. Na most a legjobb tanulás, hogyha közvetlenül foglalkozol emberekkel. Annál jobb tanulással én soha életemben nem találkoztam. Én közvetlen emberekkel foglalkozom 87 óta, akkor kezdtem az üzletkötéssel. És azóta én folyamatosan közvetlen foglalkozok az emberekkel, 87 óta. És semmilyen más területtel nem találkoztam, olyan területtel, tehát semmilyen más területtel, ahol többet fejlődhetne, többet tanulhatna az ember, mint az emberi kommunikációban. Érted? Tehát emberek fogják és visszahúzódnak a kommunikációtól, az közvetlen következménye az lesz, hogy elkezd a sikertelenség felé, az eredménytelenség felé visszahúzódni. Tehát itt van ez a terület, amit mutattam, a másokkal való bánásmód területe, amivel azt a szabályt be tudod tartani, hogyha nehezülnek az életkörülmények, akkor nyílnod kell. Többet kell eredményesnek lenni, stb. Stb. Több pénzt kell keresned, stb. Stb. De ehhez ezt egyféleképpen tudod megcsinálni, hogyha megtanulsz jól bánni másokkal. De ha megtanulsz másokkal jól bánni, akkor valószínűleg a szüleiddel is jobban fogsz bánni. Sőt, valószínűleg a pároddal is jobban fogsz bánni. Sőt, valószínűleg a gyerekeiddel is jobban fogsz bánni. Érted? Mert a másokban gyakorlatilag mindenki benne van. De ahhoz, hogy másokkal is jól bánj, nyilván az is egy feltétel, hogy önmagaddal jól bánj. És ez a fő hangsúly itt nálunk, hogy képes legyél önmagaddal és másokkal jól bánni. És ha megnézitek, azok, akik itt tanulnak a képzéseimet, mindig abból indulunk ki, hogy
te hogy működj, te mit csinálj, te min változtass. Mindig ebből indulunk ki. Ami azt jelenti, hogy minden önmagunkból indul ki. Most gondold végig, van két ember, az egyik depresszióban van süllyedve hosszabb ideje, a másik meg boldogan éli az életét hosszabb ideje. Most nem egy párról beszélek, nyilván két különböző életterületen lévő ember. És az egyik hogy látja a világot? Az egyik úgy látja a világot, amelyik depressziós, hogy mindenki ellene van, neki vissza kell húzódnia, neki félni kell mindentől és mindenkitől. Érted? Mert itt mindenki rossz, mindenki gonosz, mindenki ellene van, az egész világ egy nagy gonosz halmaz. A másik, meg aki boldogan éli az életét, azt látja, hogy minden jó, minden szép, minden gyönyörű. Érted? Az emberek jók, az emberekkel semmi baj nincs. Érted? És ugyanazt a világot nézi mind a két ember. Csak a szemgolyója más. Nem a szemüvege, hanem a szemgolyója. Érted? Csak más a szemgolyója. Tehát olyan, mintha nem is ugyanazt látnák. Tehát ez a világ, ami most van 2020 márciustól, ez azt mondják az emberek, hogy egyre rosszabb, ilyen, olyan, amolyan. Én meg azt látom, hogy ez nekünk pont jó. Komolyan. Tehát pont ez a jó. Mert legalább az emberek kezdenek észbe kapni, hogy szükség lenne valami változásuk magukban. De ugye mit gondol a legtöbb ember, hogy kívülről kell a változás? Kívülről várhatod a változást, lesz is, egyre rosszabb lesz. Tehát nyugodtan várjátok kívülről a változást, és azt fogjátok megtapasztalni, hogy egyre rosszabb lesz. Tehát ha magadban nem változtatsz, érted? Tehát egy csomó dolgot tudsz magadban változtatni. Ha nem változtatod meg magadban azokat a dolgokat, amik akadályoznak abban, hogy ezeken a területeken boldogulj, akkor nem fogsz boldogulni. És sehol máshol nem fogsz találni olyan szervezetet, ahol erre mind adnak megoldást és módszert, és ráadásul még gyakorlási lehetőséget is. De a gyakorlási lehetőség az nem azt jelenti, hogy tessék, itt van és gyakorolj. Neked kell létrehozni, hogy tudjál gyakorolni. Világos ez? Mert a családodon, barátaidon és egyéb embereken, mondjuk a kollégákon, stb. Nem fogsz tudni gyakorolni. Csak az olyan embereken tudsz gyakorolni, akik nyitottak az önfejlődésre. Érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha úgy gondolod, gyere hozzám tanulni. Ha nem úgy gondolod, nekünk az is mindegy. Jó? Akkor az a te életed. Így is a te életed, úgy is a te életed. De hogy te változtatsz-e rajta, az természetesen tőled függ. Szeretlek benneteket, sziasztok!